Mezőkövesd, mint biciklis város életében fontos szerepet tölt be a kerékpár, a kerékpározás. Ehhez kapcsolódóan hirdette meg a Jézus Szíve Egyházközség dr. Berkes László pápai prelátus plébános vezetésével a kerékpár megáldási ünnepséget. Papi életemben már többször végeztem autómegáldást Miskolcon és Makláron is. Gondolván arra, hogy az autó egy fontos közlekedési eszköz. Amikor ide érkeztem Mezőkövesdre, itt azt láttam, hogy minden családnál van kerékpár, talán több is, és hogy teljesen hozzá nőttek, és szívesen kerékpároznak az emberek, gyerekek, fiatalok, és idősebbek is. Talán a végső lökést az adta, amikor a templomból kijöve láttam, hogy egy 85 éves néni ballag nehezen oda a kerékpár tartóhoz, és rákérdeztem, hogy csak nem kerékpárral tetszett jönni. És erre azt mondta, hogy ó, kedvesem, hogyha ez nem lenne, én már nem is tudnék jönni templomba. Ha ez ilyen fontos, ez a közlekedési eszköz, hogy egy 85-86 éves nénit elhoz a templomba, akkor ezt meg kell áldani. Tehát az áldás az elsősorban személyekre szól természetesen, illetve az, ami a személyekhez tartozik, ami elősegíti az ő életüket. Megáldjuk a kenyeret például, amit ugye nap mint nap magunkhoz veszünk. És így megáldjuk ezt a járművet is, ami egyébként egy nagyon egészséges jármű. Itt ebben a városban tényleg sok van, és mondjuk így, hogy talán szeretnék egy kis kedvet is csinálni ahhoz, hogy minél többen használják ezt az eszközt. Az egyházközség felhívása megmozgatta a kövesdi híveket, embereket, hiszen vasárnap a hűvös és szeles időjárás ellenére több mint 600 kerékpárt számoltak meg a templom előtt. A 9 órakor kezdődő szentmise után a templom előtti téren felsorakozott kövesd apraja nagyja, a legkisebbektől a legidősebbekig, hogy megállhassák mindennapi közlekedési eszközöket. Az áldás után 3-4 fős sorokba igazodva tettek egy kört a templom előtt, hogy közben megszentelhessék a kerékpárokat. Kívántam, mert hiszen kell hozzá ügyesség, erőnlét, egészség és egyfajta lelkinemesség. Az ügyesség azért, mert hiszen kerékpározni, megtanulni minden ember életében tudjuk jól, hogy az egy fokozat volt, hogy az ember eljutott arra, ez ugyanolyan, mint meg megtanul az ember úszni, azzal több lesz az ember. Ha megtanul kerékpározni, azzal is több lesz, alakul az egyensúly érzéke, ügyesebb lesz, és kell is hozzá ez az ügyesség. A lelki nemesség pedig az mindig kell az embereknek. A gyalogközlekedőknek is, de különösen azok, akiknek valami közlekedési eszközzel változtatnak helyet, kell ez a lelki nemesség, mert nem mehetünk egymásnak. Kell, hogy nagy lelkűek legyünk a többiekkel szemben. Sokszor éppen akkor tudunk mindnyájan előre haladni, hogyha engedjük a másikat előre. A szertartás, illetve a kétkerekű járművek megáldása után a mezőkövesdi rendőrkapitányság munkatársai tartottak bicikliátvizsgálást azért, hogy a kerékpárok a kresznek megfelelően legyenek felszerelve.